Akkor sziasztok! Megint menetrend az lenne, hogy először átnézzük, hogy mi volt az elmúlt alkalommal. Nem tudom, hogy... Tényleg mindenki fogja tudni használni ezeket a nagyon komoly eszközöket, ami a kimutatásban van, de ha véletlenül valakinek szüksége lesz ilyesmire, akkor azért ez egy óriási segítség, mert a kimutatásokkal adatainkat úgy dolgozhatjuk föl, ahogy anélkül esetleg nagyon rövid idő alatt, ahogy anélkül esetleg napokig vagy hetekig is szenvednénk az adatokkal, és még mindig nem végeznénk. Megállapodtunk először abban, hogy kimutatáshoz majd akkor fogunk fordulni, hogyha több szempont szerint is szeretnénk az adatainkat összesíteni. Ugye, mert más összesítési lehetőségeket is megnéztünk korábban, gondolok itt a részösszegekre, illetve az adatbázis függvényekre is. Mielőtt átnéznénk ezt a dolgot, azért annyit még hozzátennék, hogy elképzelhető persze, hogy te egy kimutatást majd úgy fogsz csinálni, hogy előtte a korábban tanult szűréssel az adatokat leszűröd. Mert nem biztos, hogy minden adatra szükséged lesz. Itt most a tételsorokra gondolok. Tehát lehet, hogy lesz olyan tételsorod, ami nem szükséges, hogy benne legyen a kimutatásban. Ilyenkor majd azt fogod csinálni, hogy először szűrsz, és utána a szűrt adatokból csinálsz kimutatást. Abban állapodtunk meg, hogy álljunk bele az adatokba, utána menjünk a beszúrás menü szalagra, kattintsunk a kimutatás ikonra, és húzzuk a megfelelő területre majd a mezőket, de először még megkérdezi azt a program, hogy honnét vegye, és utána, hogy hová tegye a kimutatást, és akkor ezzel végzett, utána ugye itt valami ehhez hasonló táblázat jelenik meg. Nem egészen így néz ki, mutatnám, megpróbálom előbb bányászni. Tehát az autók táblák, tábla. Ezt kitörlöm. Tehát itt vannak a kiinduló adatok, ugye elmentünk a beszúrás menü szalagra, és utána választottuk azt, hogy kimutatás, és itt az a ábra, amit az előbb átnéztünk, tehát hogy honnét vegye, illetve hogy hová tegye, alapbeállításokkal én most elfogadom, és akkor jön az a segédtáblázat, amire ráhúzva majd a kimutatást összeállítjuk. Ugye abban állapodtunk meg, hogy négy területre húzhatjuk a mezőneveket, amiből a legtöbb fajta elő fog majd fordulni, tehát a legtöbb különböző érték, azt húzzuk a sorfejlécre, amiből a legkevesebb, azt pedig ide a jelentésszűrő, illetve hát én oldalfejlécnek hívtam, korábban úgy hívták, területre. A középső változékonyságot, változatosságot mutató mezőt húzzuk majd ide az oszlopfejlécre. És számolni akarunk, tehát amivel különböző statisztikai függvényekkel nekünk számolni kell, azokat a adatokat kell majd idehúzni. Ide az értékmezőre ugyanazt a mezőt esetleg többször is odahúzhatjuk, mégpedig akkor, hogyha több különböző függvénynél is akarunk vele dolgozni. Gyorsan dobjunk össze még egy kimutatást, nem árt talán gyakorolni, bár remélem otthon is gyakoroltatok, próbálkoztatok a dologgal. Tehát nagyon más nem
fogunk csinálni, mint az elmúlt alkalommal, csak mégis hogy egy kicsikét ismételjünk, oldjuk meg most is. Ugye a márkából, illetve a típusból van a legtöbb, úgyhogy azokat húzzuk a sorfejléchez, illetve hát ő sormezőnek hívja a márkát. Márkát, illetve a típust. Szerintem ezt újra kell kalibrálnom, elnézést. Típus. Az eladási hónapot húzzuk az oszlop fejléchez, tehát fölülre. Ide. A régiót, az pedig ide legfölülre, mert most nem látszik, valahogy nem tudom szerintem. És végül az eladási árat az értékmezőkhöz, de ne csak egyszer, hanem kétszer is. És állítsuk be az alkalmazott függvényeket is az értékmezőknél, mert alapból összeg függvényt használ, de ez nekünk nem biztos, hogy jó. Mondjuk számoljunk darabot és összeget. Az egyik függvényt állítsuk át, jó? Tehát kattintsunk rá, és az értékmező beállítást, ha kiválasztjuk, utána adjuk meg, hogy ez darab legyen, és ne összeg. Jó, és akkor már is összeget és darabot számol, illetve még egy dolgot is megtehetünk, ezt a múltkor csináltuk is, hogy megadtuk a számformátumot is. Tehát az összeg az legyen majd itt az értékmező beállításnál, mint meg a számformátumot, az majd legyen pénznem. Na, mi baj van? Jó, tehát legyen pénznem. Illetve hát a könyvelőiből is választhatunk, ugye, mert az is ugyanúgy jó. Oké, és még egy oké, akkor ugye elrontottam, mert a tizedes le kellett volna venni nullára, ne arra ugyatok. Tehát az összegnél vegyük le a tizedest majd nullára. Tehát nincs tizedes. Oké, és oké. Hello! Jó. És a másiknál, a mennyiségnél pedig próbáljuk majd mögé írni azt, hogy darabról van szó. Értékmező beállítás, számformátum. Itt az egyéni számformátumot kell használni. Válasszuk felülről a negyediket, a normál 0, 0, tizedes veszünk 0, 0, és az utána következő. A dupla kereszt, szóközt, dupla kereszt, 0. Ezt válasszuk. Ugye itt nem lesz majd tizedes, kattintsunk oda a végéhez, és gépeljük be azt, hogy idézőjel. Idézőjel, szóköz, darab, idézőjel bezárva,
és oké. És ha minden stimmel, akkor most megjelent a darab a számok mögött. Oké? Ezzel elkészültünk. Hello! Hello! Ezzel elkészültünk a táblázatunkkal, de mi még tanultuk a csoportosítást is. Csináljunk akkor csoportokat. Aki esetleg elkésett, hogyha föl szeretne hozzánk zárkozni, akkor a legegyszerűbben ezt úgy tudja megnyitni. Feltéve, hogy nem törölték le a gépjét, de valószínűleg nem törölték le. És ezt ugye egyébként is mondom, mert ez azért egy visszatérő probléma szokott lenni, hogy az ember valamilyen nemrégiben használt állományt meg szeretne nyitni. Ezt úgy tudja megtenni, hogy megnyitja a start menüt, utána rááll arra a programra, amivel dolgozni szeretne, és akkor az abban a programban utoljára használt x darab dokumentumfájl megnyílik. És amelyiket, illetve mint menüpont nyílik meg. És amelyiket tényleg meg akarod nyitni, arra kell rákattintani. Ugye mi most az autókat vettük elő. Abban az esetben, hogyha az a fájl még mindig ott van, akkor megnyílik szerkesztésre. Ha véletlenül letörölték, vagy egy cserélhető lemezegység volt, egy pendrive, vagy hát más nem nagyon jöhet szóba, akkor pedig hibaüzenetet kapunk, hogy olyan helyre mutat a parancsikon, hogy nem elérhető a fájl, mert ezek valójában parancsikonok. Oké? Okay. Azért, mert a Windows XP-t hagytad elindulni, át kellett volna lépni a Windows 7-esbe. Tehát amikor a gépet bekapcsolod, akkor a boot menü, amikor bejön, tehát még a egér sem él, csak igen, sötét. Hát akkor aki ott ült, az mint ebben a szaharát ott hagyta. Start, kikapcsolás, újraindítás. Jó, és akkor újraindult, akkor az a lefele nyílva, szépen lelépsz a Windows 7-esre. Még fekete képernyő néha. Uh-huh. Jó, köszönöm. Illetve még azt is meg szeretném mutatni, hogy a File menü szallagon van egy olyan, hogy a legutóbbiak, és itt is ott lesz rengeteg olyan fájl, amit most nemrég használtunk. Jó, tehát célszerű. Nem tudtam semmit csinálni. Most? Nyílt. Jaj, megkéstem. Lekéstél? Megkéstem. Hát, akkor újra. Elmondom, hogy sok idő van rá, azt hiszem 7 másodperc vagy mennyi, de... Jó, tehát itt ugyanúgy ki tudod választani a legutóbb használt fájlokat. Ez a Office-nak, amit most látunk, ez a Office-nak a szolgáltatása, amit az előbb mutattam, az a Windows 7-esnek a szolgáltatása. A korábbi Office verzióban, ugye ez a 2007-estől kezdve van így, korábbi Office verzióban alapbeállítások mellett csak 4 utolsó dokumentumot láttál ott a file menü alján. És a korábbi Windowsban, a XP-ben
ott pedig az utoljára használt alapbeállítások mellett az utoljára használt 15 dokumentum volt úgy vegyesen, össze-vissza, Word, Excel, minden. Most pedig úgy néz ki, hogy külön gyűjti a Wordnek is, Excelnek is az utoljára használt X darab fájlát, de hát most fejből meg nem mondom mennyi, de legalább 15-öt alkalmazásonként képes összegyűjteni. Ugye mert a Microsoft fejlesztő is rájöttek arra, hogy ez a felhasználóknak egy viszonylag komoly problémája, hogy hogy veszem elő azt, amit legutóbb használtam. És hogyha valaki nem volt észnél, megnyitotta ezt, azt, amazt, akkor pillanatok alatt eltűnt az a 4, illetve eltűnt az a 15, amit ő megjegyzett, és onnél kezdve már nagyon, tényleg nagyon nehéz volt megtalálni. Most már azért elég nagy hülyeség kell ahhoz, hogy ne találja meg, mert 10-15-öt meg lehet nyitni, és még mindig ott lesz. Bocs, Laci, hogy belevágunk, de nem akar kimenni mindenkel. Most már másodszor is mondtam, hogy úgy indítom, és egyszerűen csak itt talán nézegettem az őszüvet. Igen, nem csinálja. Igen, nem csinálja. Valószínűleg azért, hogy egy különböző driver-eket és egyéb nyilvánosságokat. Csak most viszont kikapcsolt. Kikapcsol és újraindul. És akkor a lefele nyilat most már tényleg nyom meg. Jó, oké, csak ennyire is teszkedtem. De egér nem jó. Tehát itt még... Ja, igen, azt akartam. Szépen. Itt még csak a billentyűzetre reagál. Na, szóval akkor összeállítottuk már ezt a... ezt a kimutatást, de még ezen tudunk finomítani, csináljunk belőle csoportosításokat, mondjuk akkor az első három hónapból csináljunk egy első negyedévet, tehát jelöljük ki őket, és utána a kimutatások eszközsoron, bocsánat, nem eszközsoron, menüszallagon, kattintsunk rá a kijelöltek csoportosítására, a beállításokon, és akkor lett belőle egy csoport, aminek az a neve, hogy csoport 1, amit rögtön át is nevezhetünk. Hívjuk úgy, hogy első negyed év. Jó, és a részleteket rejtsük el. A részleteket elrejteni úgy tudunk, hogy megpróbáljuk eltalálni ezt a mínuszjelet itt előtte, az első negyed év felirat előtt. Jó? Kimutatás mezőlista nem kell most, hogy több helyünk legyen. És akkor jelöljük ki a 4-5-6-ot is, ezt is csoportosítsuk, ennek is adjunk egy nevet. Második negyed év. Ezt is tüntessük el. És a 7-8-9-ből csináljunk megint egy csoportot. Tüntessük el, és legyen ez a harmadik negyed év. A 10-11-12. Hónapból egy negyedik-negyed évet. Jó? Kék vonalra. Jó,
Jó, az eladási hónapot ide a poszthoz. Okay. A régiót ide föl, erre a föl, oda. Jó. Az eladási árat pedig kétszer ide. Egyszer, és még egyszer. Oké, okay. És akkor itt az egyik összeget, itt lent, nézd meg, kat, értékmező beállítás, és másik függvényt választunk, a darabot. Jó, nyom meg azt, hogy számformátum. Jó, egyéni. Kattints erre a dupla keresztszókosra, tudod, egyen följebb arra. Kattintsod a végéhez. És gépeljük be azt, hogy idézőjel, szóköz, darab, idézője bezárva, és oké, okay. És még egy oké. Okay. Enter is jó. És még egy oké. Okay. És akkor darab lett, az. Jó, és a másikat, a másik összeget is nyissuk meg. Itt is választjuk az értékmező beállításokat, számformátum, mert ez maradhat az összeg, csak számformátumot adjuk meg, hogy ez könyvelői, és tizedes nem kell, nulla. Nulla. És akkor oké. Okay. Jó, és akkor még egy oké. Okay. Ezt bezárhatod, mert ez nagyon is kell. Jelölt ki az 1-2-3-at. Jó, hagyjuk is rá erre, hogy kijelölt egy csoportosítása. Jó, és akkor ide kattints a csoport 1-re. Kat. Jó, és írd, hogy első negyedév. Enter. Jó, hagyta a mínusz jelére kattints, ezzel eldugta a részleteit. És ugyanis csináljunk a 4-5-6-tal is, kijelölöd 4-5-6-ot. Nem, jelöl ki. Ez a pluszokat is. Csak alattad tűzé. 4-5-6 kijelöl. Ja, így. Igen, most akkor csoportosítod. Nem, ja. Csoportosítod. Igen. Igen, ez a második negyedév. Csoport 2-re éve. Ugye persze. Mínusz jelölőre rákattunk, 7-8-9-szel ugyanazt megcsinálom, nagyon tisztában ennyi csoportba. Harmadik negyedén. Enter. Jó, mínusz jelölőre kapt. És a 10-11-12-t is kijelölöd, csoportosítod. Negyedik negyedén. Jó. Oké. Okay. És akkor még egy csoportosítást csináljunk, aztán akkor ezzel a kimutatásokat lezártnak tekinteném, meg a Excel-t is lezártnak tekinteném. A vizsgafeladatokat majd mindjárt megbeszéljük, hogy mi lenne a vizsgafeladat. Jó. Most annak érdekében, hogy a csoportosítás egyszerűbb legyen, ugye, mert most van márka és típusok is, és a típus miatt nagyon messzire kerültek egymástól azok a márkák, amiket csoportba akarunk foglalni, ezért a típust most átmenetileg kiszedjük. Jó? Úgy tudjuk kiszedni, hogy visszakapcsoljuk a mezőlistát ezzel a gombbal, itt a kimutatás eszközök, azon belül beállítások. Tehát rákattintunk a mezőlistára, akkor visszajött. Jó, és a típust azt kiszedjük. Tehát innét a pipát levettük, és akkor már ki is kaptuk onnét. Oké? Okay? És akkor most már viszonylag könnyen ki tudjuk jelölni azokat, amiket egy csoportba akarunk rakni. Ugye itt jött a többszörös kijelölés, a cut, control, cut. Egy csoportba raktuk az olaszokat, tehát például az Alfa Romeo és Giuliát, meg
a Fiatot. És más nem volt szerintem. Ugye ezek voltak az olaszok. Igen, tehát kijelölt egy csoportosítása, és a csoport egy helyre bérjük azt, hogy olasz. Minusz jelére kattintással tüntessük el a csoportnak a alkotó elemeit. Aztán csináljunk gyorsan még egy francia csoportot, a Citroën, Peugeot, Renault kocsikkal. Jó, tehát kijelöljük a Citroën-t, Peugeot, meg a Renault-t. Csoportosítjuk őket, ezek lesznek a francia autók. Ennek is a beltagjait tüntessük el, és akkor voltak a japánok, a Honda, a Nissan, a Subaru, a Suzuki, meg a Toyota, ezek voltak a japánok. Jó, és akkor az Audi, a Popeye, meg a Volkswagen voltak a németek. És a kértem a Fordot nagyszerű. Akkor ezt a csoportot fölbontom. És akkor még egyszer jó. Tehát akkor az Audi, az Opel, a Volkswagen, a Ford, Audi, Opel, Volkswagen, Ford. Jó, most már mindenben van. Igen. Ezek a németek. És a maradék kettő a Seat, illetve a Skoda. Meg volt az egyéb, ha jól emlékszem. Jó. Igen, és akkor most lehet azt csinálni, hogy a típust visszarakom újra. Megfogom a típust, és visszahúzom ide. Azért nem látom, mert ki kell bontani. Az Alfa Romeo-t is. Ja nem, azt nem kell, hogy az Alfa. Jó? Németet kibontom, akkor megjelennek az Audik, a típusok. A Fordok, a típusok. Oké? Okay? Jó, sikerült visszarakni a típust? Mutatom még egyszer, akkor így lehet visszarakni, tehát leveszem, és megint a típust én. Tehát neked így néz ki, ugye be vannak zárva ezek, nem látszanak. Tehát megfogod a típust, és hova kell húzni? Ide. Ide. És akkor ott van, akkor engeded el. Nem látod, ugye azért nem látod, mert be van zárva az olasz is, meg a német is, tehát a beltartalma nem látszik. De ha rákattintasz mondjuk erre a pluszjelre, akkor az olasznál meg fog jelenni az Alfa Romeo, meg a Fiat, és a Fiaton belül meg megjelennek, meg a Alfa Romeo belül meg megjelennek a típusok is. Ugye ott az Alfának megjelennek a 147-es, 159, 171, 83,
Brera, van ilyen típus biztos, ha írtam, meg Speeder, meg a Fiatnál az 500-as, a Bravo, a Linea, a Panda, meg a Punto, meg mit tudom, mik vannak. Jó? Oké? Okay. Jó, és hát amit most úgy fél óra alatt csináltunk, ezt fél hónap alatt lehetne szerintem hagyományos eszközökkel megcsinálni. Most ugye ez 5000 adattal volt, de 50000-rel ugyanennyi idő. És akkor még azt beszéltük meg, hogy ugye... Mindeket mind átnéztük. Igen, ezt is mind átnéztük. Számolást is megnéztük. Más függvényre azt is megnéztük. Fejlénceket megnéztük, hogy hogy kell kezelni. A szűrést azt nem néztük meg. Ugye olyat is lehet csinálni, hogy a márkánál ezt lenyitod, és ha nem akarsz bele rakni mindent, akkor amelyik nem kell, arról leveszed a pipát. Ugyanezt megteheted a régióval is, ugye most minden régió benne van, és ugyanezt megteheted a hónapokkal is, illetve most a negyedévekkel, de ugyanezt megteheted a hónapokkal is, hogyha... lenyitod. Jó? Tehát ugyanezt megted a hónapokkal is. Jó? Oké, aztán mi volt még? Csoportosítást ezt átnéztük, hogy hogy csináljuk. Igen, elemlékeztem még, erről volt szó, ugye, hogy az adatok itt kivételesen a kimutatásban, hogyha forrásadatokat megváltoztatod, nem változnak meg. Ennek az az oka, hogy itt azért nagyon bonyolult számítások vannak, és hogyha ahogy te az adatokat változtatod, mindent át kellene újra és újra számolni az Excel-nek, akkor hát még lehet, hogy a mai nagyon gyors gépek is, hogyha rengeteg adatról van szó, akkor azért kicsikét tekernének. Ezért majd külön kell az adatokat frissíteni, ugye van egy ilyen ikonunk, amivel tudod frissíteni, akkor szedi újra össze a kimutatásban szereplő adatokat, az eredeti helyükről is újra számol mindent. Ezt azt hiszem múltkor néztük, hogy valamilyen egy valamilyen általunk jól behatárolható adatot megváltoztattunk a kiinduló adatok közül, és csak akkor frissült, akkor láttuk az eredményváltozást, hogyha erre az ikonra rákattintottunk, aztán szerintem ennyi volt. Nem, még a munkafüzet közösség tételéről beszélgettünk. Most pont a Zsuzsa nincs, aki miatt ezt a témát bedobtam. Persze szerintem másoknak is hasznos lesz. Ugye arról van szó, hogyha hálózati meghajtón tárolunk egy Excel állományt, és azt szeretnénk, hogy ugyanazt az Excel állományt egyszerre, egy időben tudjuk szerkeszteni, akkor ezt a játékot itt végig kell játszani. Nem tudom, hogy azóta valaki munkahelyen ezt alkalmazta-e. Volt ilyen? Nem? Majd, ha majd szüksége lesz rá, akkor jusson eszébe, hogy volt róla szó. Nem baj, ha a fejből nem tudja, hát láttátok, nekem is úgy kellett nézegetni, hogy hol van, csak tudjunk róla, mert úgyis megtalálod. Tehát azért egy idő után adja magát, mert itten két hasonló lehetőség van, valamelyik az lesz. De tudjunk róla, mert ha nem is tudunk róla, akkor jön a telefonon keresztül üzengetés, hogy nyis, vagy bocsánat, zárd már be, mert én meg akarom nyitni, és nem tudom megnyitni. Jó? Így van. Na, akkor ennyi volt, és akkor ma teljesen új témakörrel kezdünk el foglalkozni. Elkezdjük a harmadik modulunkat, ami az utolsó.
most újra visszakanyarodunk a Wordhöz, és olyan témaköröket nézünk meg, amik viszonylag ritkábban fordulnak csak elő. A legegyszerűbb irodai levelezés esetén, viszont hogyha valaki tényleg komolyan kell, hogy dolgozzon szövegszerkesztőbe, akkor ezek a témakörök mind-mind nélkülözhetetlenek lesznek. Én hát azt tudom, hogy Viki az a Facebookon nézi a PC-sulinak a oldalát, és hát ezt most azért hozom szóba, mert felharangoztam ugye egy hétre előre, hogy meg múlt héten is, hogy miről lesz szó, és akkor igyekszem ehhez tartani magamat. Ha minden igaz, akkor azt ígértem, hogy ma a stílusokról, a sablonokról, a tartalomjegyzékről, lábjegyzetről, végjegyzetről, kereszthivatkozásról, azt hiszem talán ezekről szóltam, hogy ezeket fogjuk majd megbeszélgetni. Na, ezeket az eszközöket lehet, hogy valaki egész életében nem csinál más, mint egy titkárságon leveleket ír, és mégsem kell használnia, mert ezek tényleg nem egyszerű levelek esetében használandó eszközök, ezek akkor kerülnek majd terítékre, hogyha valamilyen nagyobb, egységes, megjelenési dokumentumot kell az embernek létrehoznia. Ez lehet mondjuk egy pályázati anyag, lehet egy szakdolgozat, lehet egy, most szerintem még idejárók között pedagógus már nincs, de lehet egy portfólió, egy stílszerű dolgot mondjak, ugye azt hiszem április 15-ig, vagy meddig kellene felrakni a Rozsika néni minisztériumának a honlapjára valóban. Illetve még egy kapcsolódó téma, sokszor az ember úgy szeretne elküldeni valamilyen Word dokumentumot, hogy az ne látszódjon, hogy az Word, hanem nem úgy nézzen ki, mint hogyha, szóval PDF-be magyarul kimondva. És hát ez még kérdés szokott lenni, hogy PDF-et hogy tudok csinálni. Úgyhogy ezek lennének a témakörök. Fordított sorrendben nem fordított sorrendben, mert még nincs miből PDF-et csinálni, majd akkor megnézzük a PDF-et is. Illetve, aki az alapfokú tanfolyamot végigjárta, az csinált, ha máshol nem, akkor a vizsgafeladatban egy céges fejléces levelet. És hát ezt most újra megcsináljuk, jó, mert ez egy jó ismétlés, ebben szinte minden benne volt. De ezt most sablonként fogjuk majd lementeni. Jó? Ugyanis ez tényleg mindenhol feladat, hogy szeretne az ember egy levelet írni, és akkor hát jó lenne, hogyha az úgy normálisan nézne ki. Jó? Még egyelőre nem írunk semmit, vagy nem írok semmit, mert hát ez még nem újdonság. Indítsuk a Word szövegszerkesztő programot, és valami olyan céges fejléces levelet szeretnénk majd készíteni, amelyik úgy nézne ki, hogy vizuális is van, cím és megnevezés, egy logó nagyjából. Jó, tehát ide bal oldalra, majd akkor föl kellene írni a cégnek a nevét. Nem tudom, mik legyünk. Ugye annak idején Alfa Kft. Volt a vizsgafeladat, most ne Alfák legyünk, hanem Beta. Haladjunk egyet az ABC-ben, jó, tehát Beta Kft. A következő sorba írjuk be a címzés adatait,
Most két lehetőség van, az egyik az, hogy Enter-t nyomsz, a másik, hogy Shift-Enter-t nyomsz. Ha Enter-t nyomsz, akkor ki fog hagyni egy kis térközt, mert a Office 2007-től kezdődően alapbeállítások mellett, amikor te Enter-t nyomsz, hagy egy 10 pontos térközt a két bekezdés között. Vagy azt csinálod, hogy Enter-t nyomsz és rákattintasz, majd a kijelölöd és rákattintasz majd a nincs térközre, és akkor leveted a térközt, vagy nem Enter-t nyomsz, hanem Shift-Enter-t nyomsz. A címzést viszont úgy csináljuk majd, hogy egy kis szimbólumot beszúrunk, hogy itt a címnek kellene lenni, másért nem ismétlés miatt, a beszúrást, az összes, hát nem az összes, de a legtöbb beszúrást a beszúrásnál találjuk, és válaszoljuk a szimbólumot, és akkor itt a szimbólumok között, hát most itt lesz valószínűleg a boríték is, meg a kis telefonkészülék is, de ha nem lenne itt, akkor a további szimbólumot kellene választani. A betűtípusból nem a symbols-t, hanem a Wingdings-et kiválasztani, és vagy a Wingdings 2-t, vagy a Wingdings 3-at, mert ezekben találunk nagyon jó kufa szimbólumokat. Most nekünk egy kis címzés kellene, boríték mondjuk. Jó, beszúrjuk, bezárjuk. Aztán gépelünk, tehát kettős pont után mindig szóköz, nem elfelejtkezni róla, jó, itt olyan 1221 mondjuk, Budapest, Péter Hegyi út. Tizenkettő mondjuk. Shift-Enter, vagy Enter, de akkor majd a térközt le kéne venni. Megint szúrjunk be egy szimbólumot, mert most a telefonszáma jönne. Jó. Kettős pont szóköz, és plusz 36, 30, per 1, 2, 3, kötőjel, 4, 5, 6, 7, igen. Jó, Enter. Azért nyomtunk Entert, mert ugyanide majd egy vonalat szeretnénk húzni, de ha nem lenne itt egy Enter, akkor nem lenne lehetőségünk arra, hogy vagy csak nagyon nehezen, hogy a vonal alatt majd írjuk a levelet. Jó? És akkor menjünk vissza a telefonszám sorába, és ide szeretnénk egy díszítő vonalat húzni. Jó? Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy visszamegyünk a kezdőlap menü szalagra, és a kezdőlap menü szalagon lenyitjuk a szegélyeket, tehát lenyitjuk a szegélyeket, nem működik ezzel, mindegy. Tehát lenyitjuk a szegélyeket, és a legalsó elemet, a szegélyes mintázatot választjuk, és adjuk meg, hogy egy egyéni szegélyt akarok csinálni, tehát itt bal oldalt a lehetőségből válaszok azt, hogy egyéni. Válaszunk ki egy díszítő vonalat, az valahol a végén lesz a listának. Állítsunk be egy szint, valamilyen nekünk tetsző szint, és csak alulra húzzuk meg a vonalat. Na,
aztán ide alulra kattintasz, akkor rakod fel a vonalat. És nyomok egy okét, akkor ide húzott egy szép díszítő vonalat, ha minden igaz. Jó? Ide majd szeretnénk még egy logót berakni, és az egésznek a hátterébe is szeretnénk egy logót vizuálként. Ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogy elindítjuk a böngésző programot. A böngésző programban azt mondjuk, hogy képeket szeretnénk keresni. Jó, azt mondjuk, hogy béta. És akkor vannak itt mindenféle csodálatos béták. Kiválasztjuk ezt. Lehet, hogy erről már múltkor beszéltem nektek, ugye ez miért ilyen petita? Mert ugye ez egy átlátszó szín. Emlékezzetek a gimbe is, amikor a átlátszó hátteret megadtuk, az is ilyen petita volt. Jó, akkor ezt a képet szépen le kéne menteni. De először kattintsunk rá a kép megtekintésére, mert így fogjuk valós méretében látni. És lementeni is így tudjuk majd valós méretében. Utána jobb klik, képmentése másként. És hát olyan helyre mentsed, ahol meg lesz, hát az a képek mappa. Neked. Jó? Tehát neked a kép. Én nem oda mentem. Én a dokumentumokba mentem, és azon belül a mostani tanfolyam. Tehát tanfolyamok, aktuális, hétfői, professzionál. Jó, és akkor itt van ez a név, ez legyen majd az csak, hogy béta. Jaj, de utána ez megjegyzi, hogy én hol voltam. Én azt előveszem, akkor visszamegy oda. Jó, tehát béta. Egy fájnév. Jó, lementettük. Ez nem kell már. Egyetlen egy dolog miatt én azért még ezt hadd vegyem elő. Megnézem, hogy működik-e a közvetítés, ugye a Peak Professional. Most ne lepődjetek meg, először reklám lesz, ha minden igaz, mert sajnos már nem vagyunk reklámmentesek. Laci, ehhez hozzászólhatnék? Igen. Én tegnap próbáltam lehallgatni, hogy megadni. Itt van, akkor hangját lelődöm. Igen? És a múltkor itt, amelyiken itt voltunk, azt szépen hallom, meg a TIC ezekben az idősekben is belenéztem, tehát azoknak igen? Is a hangja, annak, amiről küldtem neked az SMS-t, annak ezt hallottam, tehát ezt a reklámot, ezt a... De csak 20 másodperc. Igen, és utána sem, utána ott némán ott van egy olyan előadás, amelyiknél nem volt hang. Egy olyan van, lehet, hogy abban néztél bele. Se a szünet előtti részben. Igen, szünet előtt sem, meg utána se. Tehát pont az annál hiányoztál. Az Excel, igen. Igen, egy Excelnél nincs hang. Igen. Három Excel előadás van szerintem, abból egynél nincs. Voltunk, egynél nincs. Az kellett volna melyik. Hát akkor, bocs, a hülye mondás így jártál, és ja, ne haragudjatok. Jó, de nem tudom, mit bénáztam akkor ott el. Egy olyan előadás van, ahol nincs hang. És akkor most elvileg van, reméljük.
Hát, ne haragudjatok. És ez nincs valami korábbi felvételben esetleg? Nincs. Valahol megtekinthető lenne? Nincs. Majd egyeztetünk időpontot, aztán mikor az ember két embernek mondja, akkor nyilván sokkal gyorsabban el tudom esetleg mondani. Jó? Jó, teljesen. Tehát mit, egy fél órában elmondom azt, jó. Amit egyébként két és fél vagy három órában. Uh-huh. Jó. Jó, tehát és akkor úgy. Oké? Na, tehát akkor most a feladatra visszatérve, ide akkor szeretnék egy logót, meg egy háttérbe egy vízjelet. Akkor képet beszúrni, ugye a beszúrás, menüszallagon tudok kép, kiválasztom azt, hogy fájból, onnét vegye, hát nektek a képekből, nekem meg onnét, ahol most raktam, ugye ezt a bétát. Jó, berakta. Nem oda, nem akkora, de ez nem baj. Nincs internet. Ja. Nem baj, akkor bármilyen képet a háttérből. Vagy a már gépeden lévőből, jó? Jó. Tök mindegy, mert minden képet ugyanúgy lehet berakni. Jó, ha rákattintasz egyet a képre, akkor valahogy így néz ki, és ezt át szeretnénk méretezni, ugye a méretező pontra állva átméretezhetjük. Ha a sarkára állsz, akkor nem fog torzulni. Azzal ne foglalkozz, hogy a szöveget azt így széttutálja, ugye ezzel ne foglalkozzál. És ha most duplát kattintasz a képre, akkor elmész a képeszközök formátum menü szallagra, és a kép és a szöveg viszonyát kellene megadni. Javaslom, hogy most a szöveg körbefuttatása ikonra kattintás után azt válasszuk, hogy rakja a szöveg elé. Jó, és akkor most már tényleg oda tudod rakni, ahova akarod. És ugye itt gyönyörűen lehet látni, hogy ez tényleg átlátszó, ugye? Tehát a betű az takar, de a környezete az átlátszó. Ha nem lenne átlátszó, akkor is van lehetőség arra, hogy átlátszóvá alakítsam. Azt úgy tudom megtenni, hogy kijelölt a kép, lenyitom ezt, hogy szín, és innét az áttetsző szín opcióra kattintok, és utána rákattintok arra a színre, amit átlátszóvá akarok alakítani. A szín áttetsző, és rákattintok arra, amit áttetszővé akarok. Most a feketére kattintottam, és most a fekete lett ilyen áttetsző. Jó? Tehát ezt nem akarom. Illetve még egy dolgot szeretnénk megmutatni, néha olyan képet lő magának az ember, hogy a képnek csak egy bizonyos részét akarod felhasználni, a képet le akarod vágni, tehát a fölösleges részeit le akarod vágni a képnek, ezt is meg szeretném mutatni. Hogy lehet ilyet csinálni, tehát amikor a képnek a fölösleges részét le akarod vágni. Jó, tehát itt van mondjuk ez a kép. Ugye, ha én ezt a képet berakom, akkor a kép az ekkora, de ez a része, meg ez a része, meg ez a része, meg ez a, az több fölösleges. Ilyenkor majd körbe kell vágni a képet, amit úgy tudsz megcsinálni, hogy a képet
jelölt dupla kattintással, és a képeszközök közül a formátum, és azon belül a körülvágást választod, és a méretező pontok kicsit átalakulnak, ha ráállsz, akkor ha tényleg a méretező pontra állsz, akkor dupla nyíl, de ha egy kicsit arra a feketére állsz, ami most pluszba jelent meg, az egy ilyen tébeti szerűség lesz, és mint egy redőnyt arrébb húzhatod azt a részét, és ezt szépen körbe megcsinálhatod minden irányból, így a fölösleges részeket szépen le tudod vágni. Ez ugyanolyan, mint a gimben, mikor a fölösleges, ott egy ilyen szikeszerűség volt, talán emlékeztek, a fölösleges részeket le lehetett vágni, kívül kattintasz, most rákattintasz a képre, most már ekkora csak a kép. Hát már legalábbis itt a programban ennyi kerül belőle felhasználásra. Jó, ezt azért mutattam meg, mert ilyesmi majd azért elő fog jönni. És nem feltétlenül kell képszerkesztővel megoldani a problémát. Jó, duplát rákattintasz, szöveg dövelőmágása, és a szöveget. Igen, most megfogod, és már oda visszadolgok. Oké? Jó, tehát akkor ezt a körülvágást is megnéztük. Jó? Néha lesz rá szükséged. Meg egyszer az átlátszó. Az átlátszó. Jó. Na, ehhez még annyit szeretnék, akkor mutatom ezt, jó? Tehát ha én ezt most ide a béta helyre fölhúzom, bétát félrehúzom, jó, és ezt akarom fölrakni. Persze nem tudom most fölrakni, ugye, mert ez most még úgy elutálja a szöveget. Ezt csak akkor tudom, ha azt mondom, hogy kerüljön a szöveg elé, és akkor ha most odahúzom, akkor ugye ezzel annyi a probléma, hogy ez takar. És úgy tudom átlátszóvá alakítani, hogy a szín listát nyitom le, tehát ezt, hogy szín. Ezt nyitom le. Áttetsző szín. És rákattintok arra a színre, ami áttetsző kellene, hogy legyen. Hát ez a fehér környezet. Pat. És akkor ugye a betű az nem átlátszó, mert az nem az, viszont ez meg átlátszó. Oké? Tehát tudok ilyet csinálni. De ez, hogy átlátszó legyen, ezt majd mindig csak úgy tudom megcsinálni, hogyha van egyöntetű színen, tehát az, hogy a háttere valaminek átlátszó legyen, az csak akkor megoldható, hogyha a háttér egyszínű. Hogyha ilyen színátmenetes, meg több színből áll, meg, akkor nem. Oké? Okay? Rendben? Én rózsaszínnek tettem, és a rózsaszínnek nem lehet. Ha rózsaszín, de mindenhol ugyanolyan rózsaszín, akkor lehet. Ugye, mert most átvisz színezted a kokat és a rózsaszínre? Ja. És akkor átvisz. De viszont már nem rózsaszín. Hát akkor nem rózsaszín. Jó? Oké? Okay. Na, akkor ezt törlöm. Visszarakom ezt ide. Ha már bétának hívják, akkor béta legyen olyan. Oké? Okay. És? Akkor most még vízjelnek berakunk valamit, nyilván ugyanezt akarjuk majd berakunk vízjelnek. A vízjelet a lap elrendezése menüszalagon fogjuk találni. Itt van egy ilyen, hogy vízjel. De ez csak akkor fog működni, ha nem a kép van kijelölve. Most nekem az volt, úgyhogy nem tudom. Menjünk máshova, tehát kattintsunk bele a szövegbe bárhová, és utána kattintsunk a vízjelre, akkor lesz olyan, hogy egyéni vízjel. Jó? Tehát kiválasztottuk azt, hogy egyéni vízjel. Még egyszer. Tehát nem itt állok, nem ez van kijelölve, hanem bárhol valahol állok, csak nem a képen. Lap elrendezése menü, szóval lenyitod, és van egy olyan menüpont itt, hogy egyéni vízjel. Azt megnyomod. Jó? Na most lehetne szöveg.
hogy teszt, minta, stb. Illetve lehet kép. Most képet akarok, úgyhogy kiválasztom azt, hogy kép használata viziáként. Képválasztás, és most meg kéne keresni ugyanazt a képet, mint amit ide beraktunk logónak. És ha nyomsz egy okét, akkor a szépen berakta a háttérbe Vizialnek. Jó, és hogyha az egészet megnézzük, az egész oldalt, hogy hogy néz ez ki. Nyilván, hogyha nem egy ilyen minimál logónk és minimál ábránk van, akkor ez azért sokkal szebb lenne. Oké? Okay? És hát ezt majd föl akarjuk használni levelezéshez. És hogyha én egyszerűen kezdek egy levelet, akkor egy ilyen céges fejléces üres papírral tudom kezdeni. És akkor most jönne a sablonnak a szerepe. Tehát az első témánk a sablon. A sablonnak az a lényege, hogy ha mindig hasonló leveleket kell írnia az embernek, vagy legalábbis bizonyos része mindig tök ugyanúgy kell, hogy kinézzen, akkor jelen tudásotokkal ezt általában úgy szoktátok megoldani, hogy előveszel egy olyan levelet, amit korábban írtál, belejavítasz, de nagyon figyelni kell arra, hogy nehogy véletlenül simán elmentsed, Ctrl-S vagy mentés ikon, mert akkor fölülírtad a régit, és hát akkor harakiri. Ugye, mert ez miért probléma? Ugye azért probléma, mert ma már az ember nem úgy szokott dokumentumokat tárolni, mint korábban, hogy egy az ügyfélnek kinyomtatva, egy magamnak az irattárban, hanem egy az ügyfélnek, én meg lementem, és ott van a gépemen. Most, hogyha előveszem, és belejavítok, és a régit fölülírom, akkor a gépemen már nem lesz ott, csak az új. És ez ráadásul olyan probléma, olyan hiba, hogy ezt nem is tudod orvosolni. Tehát, nem, ugye, mert a gép is ugyanoda írja, tehát ehhez ez a CIA laboratóriuma, vagy nem tudom mi kell, hogy ők ezt meg tudják oldani. Ezt a feladatot, hogy ami előtte volt, azt elő tudják állítani. De, ugye, annak idején, mikor ide hozzám jártatok, akkor én mondtam egy módszert, valószínűleg, azt csinálod, hogy tudni, két módon tudod ezt majd felhasználni. Az egyik az, hogy elmented csak úgy simán. Tehát most rákattintasz a mentő ikonra, vagy nyomsz egy Ctrl-S, tehát mindegy, és megadod a mentés helyét, oda mentek a ti tanfolyamotokhoz, lementem, jegyezd meg, hogy hova mented, jó? Jegyezd meg. Tehát itt olvasd el, hogy hol van. Tehát valószínűleg a dokumentumokba ment neked, ugye? Tehát itt valószínűleg az van, hogy dokumentumok. Így van? Jó, elmented. Bezárod. Előveszed a dokumentumok mappát. Neked itt lesz most az a fájl, amit most csináltál. Hogy találod meg a leggyorsabban azt a fájlt, amit most csináltál? Úgy találod meg, hogy itt a nézetet lenyitod, és azt mondod, hogy részletekben szeretnéd látni, tehát részletek nézetben, és sorba rendezed a módosítás dátuma szerint. És legfölülre oda fog kerülni. Két kattintás után ott van legfölül. Ha minden igaz. Jó, én nekem el kell még menni abba a mappába, tehát a tanfolyamokba, az aktuálisba és a hétfői professionalba, és most rendezem a módosítás dátuma szerint, és akkor ott van már is legfölül. Oké? Nektek is ott van, valószínűleg. És akkor most csinálunk egy trükköt. Minden
fájnak van néhány úgynevezett attribútuma, tehát a fájtól elválaszthatatlan tulajdonsága. Ezeket fogjuk most megjeleníteni. Ezt úgy tudod megjeleníteni, hogy rákattintasz a fájra jobb gomba, és az opciók közül a legalsót, a tulajdonságokat választod ki. Rendben? És akkor bejöttek a fájl legfontosabb attribútumai, például, hogy azt mikor hozták létre, illetve hát itt a részleteikben olyan érdekességek is, hogy azt ki csinálta, milyen programmal, hány oldal, hány szó, hány karakter, stb. Stb. Részleteknél. Tehát az általános az írtél be, és ha elmész a részletekhez, akkor itt lesznek ilyen dolgok is. Hogy jutottam ide? Tehát jobb klik arra a file névre, amit most létrehoztál, utána a tulajdonságok, és a tulajdonságokon belül a részletek. Ugye itt derül ki az, hogyha valaki más tollával ékeskedik, ugye? Tehát nem a saját munkáját adja oda, meg... Tehát mikor mondják azt, hogy kikerült egy fájl, amit a milyen minisztériumban kicsinált, meg akkor azt itt nézik meg. Most nem biztos, hogy tényleg ő csinálta, de az ő gépén hozták létre azt a fájt, aztán utána még ha belenyúlnak, ez már nem fog változni, tehát a szerző neve, meg ez már nem nagyon fog változni. Persze, hogyha az embertől olyat kérnek, hogy írhat egy eszét egy hirdetésbe, ami meg fog jelenni a cégéről, és azt mondják, hogy mit olyan 1000 karakterig ennyi a buli, akkor itt tudod számolni, hogy akkor mennyit. Persze ezt menet közben is, de így utólag is. Na most ami most szempontból lényeges, az általános fülön van, azt kell csinálnod, hogy van itt egy olyan checkbox, egy olyan jelölő négyzet, hogy írásvédett. Ezt pipáljad ki, és nyomd meg az okét. Jó? Ezzel védetté tettük azt az üreset. Ha én ezt most megnyitom, akkor megnyílik, de oda van írva, hogy írásvédett. Ide tudok kattintani, itt tudok írni, megírhatom a levelet. Képzeld el azt, hogy most megírtuk a levelet, jó? Tehát ide jönne a levél, ide írom, hogy ide jönne a levél. Ide írnád a levelet, ide jönne a levél. De, ha most rákattintasz a mentő ikonra, nem az történik, hogy kérdés nélkül fölé írja, hanem bejön a mentő párbeszéd ablak, mert az írás védett, és azt nem lehet fölülírni. Tehát most elmented, nyilván valamilyen más nevet kell kitalálni. Mondjuk, mint az árajánlat. Megnyomod a mentés gombot, elmentetted, bezárod, ott lesz az árajánlat is, és ott lesz a Beta Kft. Is, és hogyha megnyitod a Beta Kft.-t, akkor a Beta Kft. Na, úgy jön elő, mint ahogy az előbb. Tehát az originál, eredeti állapotban jön elő. Oké? Okay? És akkor én érkezzen nem kell rá vigyázni. Ez az egyik megoldás a sablonra, de ez egy kicsit ilyen ala Nógrádi, vagy ala Barkács, vagy nem tudom, tehát nem gyárilag nem ezt találták ki, tehát nem az elegáns megoldás. Jó, és hát akkor ugye érdemes az embernek ilyen
standard kiinduló leveleket csinálnia. Na most nem kell feltétlenül tiszta lappal indulni, elővesszük a régieket, ami ugyanaz, azt meghagyom, ami változó, azt kitörlöm, adok neki egy nevet, elmentem, beállítom a írásvédett attribútumot, aztán kész, és akkor megmaradnak az eredetik. De ők nem ezt gondolták, ők alatt most a Microsoft fejlesztőit értem. Jó, tehát ugye akkor alkalmazzuk, ha sok hasonló levelet kell írni. Sok hasonló levelet kell írni. És akkor van egy helyettesítő módszer, amit most bemutattam. Helyette lehetséges az is, hogy sima dokumentumként mentünk, de a file attribútumát átállítjuk írásvédetre. Ezt hogy csináltuk? Jobb klik a fájra. Persze tudni kell akkor nyilván, hogy hova mentettük. Akkor a helyi menüből kiválasztjuk a tulajdonságukat. Tehát kiválasztjuk a tulajdonságukat, és a megjelent párbeszéd ablakban írásvédett, azt hiszem, ugye? Az írásvédett attribútumot szépen kipipáljuk. Hogy legyen írásvédett, és akkor miért kezdve úgy viselkedik, ahogy most megbeszéltük, meg bemutattam. De ők, mondom, nem így gondolták, ők úgy gondolták, hogy elindítod a mentést, és itt a file típusnál kell neked kiválasztani azt, hogy Word sablon. Elnézést, egy pillanat. Normál esetben illet volna ennek elmennie abba a mappába, ahol a sablonokat mentjük. Korábbi verzió el is ment, ez nem tudom, hogy elmegy, hajlandó elmenni. Azt mondja, hogy jön sablon. Nem hajlandó elmenni.
föl, tehát átállítjuk arra, hogy Word sablon. Jó, és akkor mentsük el. Jó, mentsük el. És sablon alapján te majd úgy tudsz dokumentumot kezdeni, hogy elmész oda, hogy File, Új, és itt lesznek a sablonok. Azt nem értem, hogy hova rakták ezek a markák. Ez a korábbi verzióban úgy működött, hogy amikor te sablont elmentettél, akkor ő automatikusan elment a template nevű könyvtárba, ahol a sablonjait tárolja, most meg nem ment el. Jó, ezt még megnézem akkor egy pillanat majd szünetben, hogy honnét veszi. Illetve nekem hova lenne célszerű rakni a sablonokat, mert alapból illene a sablonokat oda rakni, ahonnét ő veszi. Ez a korábbi verzióban így is működött, ezt majd megnézem. Akkor addig írjuk le, ameddig a dolog tutira működik, tehát ez volt a... Igen. Tehát indítsuk el a mentést. De a típust. Állítsuk át. Sablonnak. És kész. És akkor legközelebb a sablonokat, tehát sablon alapján indítva a dokumentum létrehozását, akkor ugyanúgy fog viselkedni, mint ahogy az előbb láttuk. Tehát az eredetit nem tudom fölülírni. Jó? Ennyit akkor a sablonnal kapcsolatosan, mondom ezt majd szünet után, vagy ha szünetben nem találom meg, akkor majd legközelebb erre visszatérek, aztán helyére rakjuk ezt a kérdést, hogy hova kellene menteni a sablont úgy, hogy az alapján tudjak dolgozni. A következő fontos téma, amiről beszélnünk kell, a stílusok. A stílusokkal kapcsolatban megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy egyszerű átlaglevélnél nem használod. De viszont, hogyha egy nagyobb dokumentumot úgy akarsz elkészíteni, hogy bizonyos dokumentum, bizonyos szerepeket betöltő szövegrészek a dokumentumon belül ugyanúgy nézzenek ki, akkor majd stílusokat fogsz használni. A stílusokat ketté kellene választani, vannak olyan stílusok, amiket mi csinálunk, és vannak azok, amiket a programmal adtak. Először lássuk azokat, amiket a programmal adtak. A legtöbb feladatot meg tudjuk majd egyébként azzal is oldani. A legtöbb egyszerű feladatot. Jó, tehát egy a Word saját stílusai. A Word saját stílusai közül ki kellene emelni a címsor 1, címsor 2, címsor 3 stílust.
ezeknek az a szerepe, mint a nevük. Tehát amikor én majd címeket használok, címeket írok be a dokumentumba, akkor azokat célszerű lesz ezek valamelyikével írni. Mivel ezeket annyira gyakran fogjuk használni, ezeknek gyors billentyűje is van. Úgy éred el egy billentyű kombinációval őket, hogy Alt 1, a címsor 1, Alt 2, a címsor 2, és Alt 3, a címsor 3, de a billentyűzeten nem itt nyomva a számot, hanem itt. Tehát csak úgy lesz majd elérhető. Miért jó, hogyha te ezeket használod? Azért jó, mert a tartalomjegyzék, kereszthivatkozás, stb. Automatikusan ezekhez a stílusokhoz kapcsolódnak. Jó, tehát ez lenne az előnye. Akkor lássunk erre is egy minta dokumentumot. Kezdjünk egy új üres dokumentumot. Tehát kezdtünk egy új üres dokumentumot, és most azt szeretnénk majd, hogy címsor egy stílussal beírunk egy címet, mondjuk első fejezet. Jó, nyomunk egy Enter-t. Automatikusan újra normál stílussal dolgozik. Itt is választhatod egyébként a címsor egyet, de az Alt 1 az szerintem gyorsan. És akkor ide jönne egy hosszabb szövegrész, gépeljünk valamit, jó, ezt a szöveget mindenki szaporítsa. A vágólappal. Jó, igen, és akkor tényleg szaporítsuk vágólappal, tehát beírtad, pont szóköz, kontroll nyomása közben belekattintasz a mondatba. Ha bekapcsolod a nem látható jeleket, akkor optimális esetben a kijelölésben nincs bent az Enter. Nyomsz egy Ctrl-C billentyű kombinációt, amivel ugye mi történt? Vágólapra kimásoltuk, és Ctrl-V-vel ismételjük ezt, illetve szúrjuk be, és ezt a beszúrást ismételjük meg jó párszor. Jó, mondjuk ennyi rákerült a vágólapra. Rendben? Hogy ennyi belekerült a szövegbe. Most nyomunk megint egy Entert. Címsor 2-vel írjunk. Ctrl-V-t nyomsz, aztán kész. Vagy rákattintasz a beillesztésre. Használod te is a vágólapot, csak valószínűleg nem Ctrl-C-vel, Ctrl-V-vel, hanem jobb klik máshol, jobb klik be. Így hívják. Ugye, mert az ember úgy magától tanul dolgokat, akkor nem biztos, hogy a
terminológiát, hozzátartozó terminológiát ismeri, de használni használja, csak akkor beszélnek róla, akkor nem érti. Ja, ja persze, én is használom, csak nem tudtam, hogy úgy hívják. Jó, és akkor most valamit írjunk. Kiindulás. Mondjuk, enter. Vágólapról illesszük be a szöveget. Enter. Címsor 2 stílusra megint írjunk valamit. Terv. Enter. Vágólapról megint illeszünk be valamit. Enter. Most címsor 1-gyel írjunk újra, Alt 1-gyel ugye címsor 1-re váltunk. Második fejezet. Címsor 2, a terv, címsor 2, az első fejezet címsor 1. Oké? Okay? És a második fejezet is címsor 1. És akkor ide megint írok valamit. Oké? Okay? Amikor ilyen nagyon egységes kinézetű dokumentumot akarok, az általában mondom szakdolgozat vagy pályázat, és olyankor be is szokták számozni, hogy egyes pont az első fejezet, azon belül az 1.1 a kiindulás, 1.2 a terv, vagy nem tudom micsoda. A számozást azt úgy tudom bekapcsolni, hogy beleállok bármelyik címsor stílussal írt címbe, és a többszintű számozásnál, tehát lenyitom a többszintű számozást, ezt, és most választjuk ezt a címsor stílust, amit korábban nem használtunk, és hogyha én ezt kiválasztom, akkor az összes címsor stílussal írt bekezdést besorszámozza, mégpedig úgy, hogy olyan számot ad neki, ami ott éppen kellene, hogy legyen. Működik a dolog, ugye mindenkinek? Oké? Oké. Okay.
Most nem írjuk tovább, de világos, hogy hogy lehetne. És a legnagyobb előnye a dolognak az az, hogy tudunk hozzá nagyon egyszerűen tartalomjegyzéket produkálni. Nézzük, hogy hogy. Jó? A tartalomjegyzéket rakjuk át egy új oldalra. De most ne úgy szórjunk be oldaltörést, ahogy a legegyszerűbb lenne, Ctrl-Enterrel, ne úgy, hanem szakasztöréssel. Nem tudom, ki emlékszik még a szakasztörésre. Ugye a szakasztörésnek azért van jelentősége most, mert ha te egy szakdolgozatot írsz, vagy egy pályázatot írsz, ahol a dolgokat kifejted, ott a fejlécben ott van mondjuk a cégnév, vagy valami, vagy pályázat, vagy valami, a tartalomjegyzéknél meg már ne legyen ott, ugye, mert a azonos szakaszba írt szövegeknek, bocsánat, azonos szakaszba írt oldalaknak van ugyanolyan fejléce. Jó, de most nem akarok ugyanolyan fejlécet majd. Azért, cím és az címszöveg és hozzátartozó törzs, szövegtörzs. Te meg címet nem írtál, csak a szövegtörzset írtad azzal a stílusra, érted? Most akkor az első fejezet az úgy kellett, hogy alt egy, nem? Az a címszöveg. Tehát te nem írtad fel, hogy első fejezet, hanem rögtön írtad címsor egyel magát a szöveget. De itt van egy cím, címsor egyel, és van külön szöveg normálval. Van külön cím, címsor kettővel, és külön szöveg normálval, normál stílussal. Mert a legtöbb dolgot te alapból normál stílussal írod ezzel. Oké? Okay? És akkor most már mindenkinek így néz ki. Jó? És ott tartottam, hogy most egy új oldalra szeretnénk majd rakni a tartalomjegyzéket, de nem a legegyszerűbb módszert választjuk, hogy Ctrl-Enter-t nyomunk, hanem egy új szakaszba rakjuk, azt úgy tudjuk megtenni, hogy beszúrás, nem, bocsánat, laperrendezése, és itt a töréspontok közül azt választjuk, hát lenyitod, azt választod, hogy következő oldal, jó? Tehát következő oldal, ezt. És akkor kezdett egy új oldalt, kezdett egy új oldalt, ahol a címsor és stílussal felírod, hogy tartalomjegyzék,
címsor és stílussal felírod, hogy tartalomjegyzé. De mondjuk a tartalomjegyzéknek már ne legyen számozása, tehát ennek ne legyen számozása, ezért csak ennél, lekapcsoljuk a számozást, amit úgy tudsz. Amit úgy tudsz megcsinálni, hogy, nem kell. Jó? Tehát ezzel kapcsolódik. Nincs. Nincs számozás. És magát a tartalomjegyzéket viszont már a program fogja majd összeszedni. Na most annyi szépséghibája lesz az egésznek, hogy pillanatnyilag minden az első oldalon van, igaz? Hogy ne legyen minden az első oldalon, ezért szaporítsuk meg még valahol a szövegtörzset egy kicsikét, hogy van, ami azért kerüljön át a második oldalra is. Jó, nekem a második fejezet már a második oldalon van, és hát a tartalomjegyzék meg átment már a harmadik oldalra így. Oké? Okay? Jó, tehát nekem így néz ki a dokumentumom. Így. Az első fejezet, kiindulás, terv, második fejezet, tartalomjegyzék. Oké? Okay? És akkor lássuk, hogy hogy tudom berakni a tartalomjegyzéket magát. Ott vagyok a tartalomjegyzék szöveg mögött, ott villog a kurzor. Jó? És szépen elmegyek a hivatkozás menü szalagra, ide, hogy hivatkozás. És rákattintok arra, hogy tartalom. És kiválasztom azt a tartalomjegyzéket, ami neked tetszik. Te mondjuk ez, kart. És akkor már be is szúrta a tartalomjegyzéket. Egy dolgot nem is kellett már csinálni, azt, hogy tartalomjegyzék már nem is kellett odaírni. Nem is kellett volna odaírni. Úgyhogy ezt ki is bányázhatjuk akár, valósleges. Automatikusan egy tartalomjegyzékünk, ami ráadásul, ha én hozzáírok, frissülhet, és a benne lévő oldalszámok hiperlinkek. Tehát, mint egy webes dokumentumnál, tehát ha valahova te ide állsz, és nyomod a Ctrl billentyűt, akkor mutatja, hogy ez egy hiperlink, és ha kattintasz, rögtön oda is ugrik. Oké? Okay? Tehát ez egy link lett, és úgy tudod frissíteni, hogy amikor belekattintasz a tartalomjegyzékbe egyet valahova, akkor itt megjelenik egy ilyen nyomogomb, hogy frissítés, és hogyha te ezt megnyomod, akkor megkérdezi, hogy frissítse. Csak az oldalszámokat, vagy a teljes jegyzéket? Ugye az oldalszám az azt jelenti, hogy ahol ezek vannak, azokat az oldalszámokat frissíti, ha teljes, akkor pedig ezt is megnézi, hát ha kitöröltél belőle egy címet, mint hogy most az előbb kitöröltünk belőle
és azt akkor már ki is vette. Oké, tehát a tartalomjegyzékben nem lesz az ott, hogy a tartalomjegyzék, amit a hanyadik oldalon van, ha rákattintasz a frissítésre. Jó, tehát így tudunk tartalomjegyzéket csinálni. De ezt most még nem írjuk le, mert a stílusokról még szinte semmit nem írtunk, csak hogy van címsor 1, címsor 2, címsor 3, de ez édes kevés. Mert még további dolgokat is feltétlenül jó, ha tudunk. Például nem biztos, hogy neked elég lesz csak a címsor 1, címsor 2, címsor 3. Mondjuk valószínűleg szükséged lesz egy olyanra is, hogy a szövegtörzset, tehát a nem cím sorokat, hogy akarod írni. Ezt csináljuk meg magunknak, jó? Tehát jelöljük ki ezt a bekezdést egy dupla kattintással. Állítsuk át sorkizártra. Jó, tehát állítsuk át sorkizártra. Azt is adjuk meg, hogy a sorköze ne 1,15 legyen, mint alapból a normál stílusnak a sorköze, hanem másfél. Másfél. Oké? Illetve azt is adjuk meg, hogy a bekezdések első sora mindig egy kicsit beljebb kezdődjön, mondjuk fél centinél a behúzást állítsuk egy kicsikét beljebb. Ugye a vonalzón van egy ilyen homokóra-szerű jel, a felső részét, a lefele mutató csúcsú háromszöget kell megfogni, és behúzod. Hát fél centit mondtam, én olyan 0,75 környékéig húztam. Jó? És akkor mondjuk azt szeretném, hogy minden szöveg így nézzen ki. Minden szöveg pont így nézzen ki, ami ilyen normál szöveg. De erre én létre akarok hozni egy saját stílust, aminek mondjuk legyen az a neve, hogy sima szöveg. Ezt a következőképpen tudom megcsinálni. Jó, akkor ennyi volt a Word saját stílusairól. A második dolog, az általunk készített stílusok. Jó, tehát általunk. Általunk készített stílusok. Hogy csinálunk majd saját stílust? Első lépés, hogy a mintát megformázzuk, ezt csináltuk most. Ezen vagyunk túl. Utána nyomunk egy Ctrl-Shift-S billentyű kombinációt. Ctrl plusz Shift plusz S. Nyomunk egy Ctrl-Shift-es billentyű kombinációt. Mondtam, hogy ezekre magadtól rá nem jössz, mert ezek már annyira összetett dolgok, hogy gyereket sem fogja elmesélni, meg kollégát sem. Nem, tehát a többség dunsztja nincs róla. És adunk neki egy nevet. Ide kattintasz a normálra, kijelölődött az, hogy normál, és begépeljük azt, hogy mit mondtam, saját egy sima szöveg, vagy sima szöveg. Jó, szépen elkezdünk gépelni. Sima szöveg. Enter.
Tehát egyet ide kattintottál, kijelölt lett az, hogy normál, és begépeled azt, hogy sima szöveg, enter, kész. Ezzel létrehoztad a saját stílusodat, aminek az a neve, hogy sima szöveg, és a továbbiakban, amikor valamit meg akarsz ugyanúgy formázni, akkor beleállsz abba a bekezdésbe, ezt a listát lenyitod és kiválasztod a sima szöveget, aztán már ugyanúgy is néz ki. Itt is lenyitod, kiválasztod azt, hogy sima szöveg, és már ugyanúgy is néz ki. Jó? Szépen ezt mindenhol eljátszod. Rendben? Lehet ezt még gyorsabbá tenni? Igen. Még billentyű kombinációt is hozzá lehet rendelni, ugye, mert a címsor 1-et írod az Alt 1-essel, címsor 2-t az Alt 2-essel, és akkor megadhatod azt, hogy mit én a mondjuk az Alt S, meg legyen a sima szöveg, mint hogy sima szöveg, azért Alt S. Próbáljuk megnézni, hogy hol lehet billentyű kombinációt hozzárendelni. Módosítás gombot megnyomod. Lenyitod ezt itt, hogy formátum, és van itt egy olyan, hogy billentyű parancs. És akkor amit most megnyomsz, jó, sikerült ide jutni mindenkinek? Még egyszer mutatom. Tehát benne állsz a sima szövegben, mutatja, hogy ez a sima szöveg. Megnyomod a módosítás gombot, utána ezt, hogy formátum, ezt lenyitod, és a billentyű parancsot választod. És akkor most, amilyen billentyű kombinációt megnyomsz, azt rendeled hozzá. Legyen Alt-S, mondjuk. Jó? Tehát Alt-S. Be is írja, hogy új billentyű parancs, Alt-S. Hozzárendel, bezár, oké. És akkor mostantól kezdve működik az, hogy az Alt-S-sel a sima szöveg stílus fog majd jönni. Ki tudod próbálni? Benn állsz, nyomsz egy Alt-1-et, lett címsor 1, nyomsz egy Alt-S-t, az meg sima szöveg lett. Működik, ugye? Nem írsz semmit, megnyomod az Alt-S. Ja, de ez ugyanaz kérdezik. Tehát nem írsz semmit, csak megnyomod az Alt-S. Jó? Tehát nem te gépeled oda, hogy Alt-S, hanem megnyomod az Alt-S. Jó? Magyarul, akkor mostantól kezdve ezt a szakdolgozatot, pályázatot úgy írod, hogy mikor címet akarsz írni, Alt-1. Mikor szöveget akarsz írni, Alt-S. Alt 1, Alt S, stb. Alt 2, ha kettes szintű cím. Oké? Pikpak pillanatok alatt eleve formázott szöveged lesz. És tök ugyanúgy néz ki minden. Egységes lesz az egész dokumentum. Oké? Most még lehet, hogy nem, mert még mindenhol nem állítottad át, de hogyha beleállsz ebbe és nyomsz egy Alt-S-t, meg beleállsz ebbe és nyomsz egy Alt-S-t, akkor ennek már egységesnek kellene. Ugye azt próbáljátok majd begyakorolni, hogy a billentyű kombináció az egykezes, jó? Mert ha így két ujj, akkor nem nyertél semmit. Hogyha egy kézzel tudod a billentyű kombinációkat nyomkodni, akkor nyertél. Ugye, mert egeret el se engeded, görgetsz, kattintasz, Alt-S, stb. Stb. Jó? És akkor így pillanatok alatt tök egyforma lesz az összes szöveged. De ez nagyon jó, mert az ember ér egy olyan 60... Hát tudom, hát egységesre megfordul, az agyadat eldobod. És ha utólag úgy gondolod, hogy jó lenne, ha nem ilyen lenne, és az egészet újra átformázni, na akkor aztán. És akkor megvolt az, hogy Times New Roman 12-es, és akkor miért nem mutatja, meg mit tudom, és akkor nézegettem meg külön-külön. Viszont a tartalommal azért lehet nálunk gond, mert ha ugye plusz kapukat be kell tenni, hogy az aláírási, meg a társasági, meg a izék, akkor... Az minden megy. Minden megy. Minden megoldható. Mert ott olyan kóziles kapokat kell nekünk,
Hát akkor beszúrsz egy üres lapot, uh-huh. itt, uh-huh. és amikor kinyomtatod, azt kiveszed, aztán berakod a helyére azt, ami a társasági szerződés, a cég kivonat, az anyám tyúkja, mit tudom én. Érted? Érted? Persze. Én tudom, mert bocs, amit te csinálsz, ugyanazt csinálom én is. Tehát, hát én most már leszoktam pályázatírásról, mert most nem akarom itt a kamerának mutatni, mert ezt, bocsánat, a kamera mögött mutattam, pályázok. Ugye ez, ennek a, amit mutattam, ez annak a modellje. Tudod, mikor én nem vagyok senkinek csókosa, semmi szükségem arra, hogy csak idegesítsem magamat, aztán jönnek ellenőrizgetni, meg mit tudom én, mit belekötnek olyan dolgokba, már megint sapkába van, ismered a Hofi viccet, ugye? Miért készfűszülés vagy annélkül? Nézd, már megint sapkába van, ismeritek, ugye? Alapvicc. Semmi szükségem rá idegeskedni. Már voltak olyan pályázatok, érted, hogy ráköltöttem több százezer forintot, azt az egész pályázatot visszavonták. Elmentem nyaralni, még amikor ott nyaraltam, akkor onnét is telefonálgattam, meg intéztem. De egy őrület, ami ebben az országban van. Egy őrület. Pontosan tudod, miről beszélek, mert csinálod. Na, és amikor az ember még olyan marha volt, hogy ezeket csinált, akkor ezekre volt szüksége. Tehát ilyen egységes legyen, számozása egységes legyen. Na most még egy fontos dolog. Lehetséges az, hogy te azt is szeretnéd, hogy mondjuk itt, ezelőtt a bekezdés előtt maradjon ki egy kis hely. Ugye? Mert most nem maradt ki előtte hely. Látod? Ott van a fenekében. És akkor megadod, tehát kiválasztod azt a opciót, hogy térköz, amit a bekezdés formátum, tehát benne állsz ebbe a bekezdésbe, bekezdés formázásba belemész, ugye utána be van állítva egy 10 pont, de előtte nincs beállítva semmi, állítsunk be elé mondjuk 12 pontot. És nyomsz egy okét. És akkor itt most már kimarad szépen hely, mint ahogy illik, de csak itt. A többinél nem. Nem tudom, érthető-e, mi a probléma. Tehát itt jó lett, de sima szöveggel van írva még egy csomó helyen, tehát ugyanilyen stílusú, még egy csomó helyen a dokumentum itt is, de itt nem maradt ki hely. Itt is, de itt sem maradt ki hely. Itt is, de itt sem maradt ki hely. Igaz? Értitek a problémámat, ugye? Most azt nézzük meg, hogy lehet olyat csinálni, hogy van egy stílusom, ez a sima szöveg, abba belejavítok valamit, és azt kérem, hogy minden olyan szöveg, ami ugyanezzel a stílussal van, az is ugyanígy változzon meg. Érthető, hogy mit szeretnék a programtól? Tehát, hogy ne kelljen mondjuk a 60 oldalas dokumentumon keresztül végig javítgatni. Tehát meg akarom változtatni minden sima szöveggel írt, sima szöveg stílussal írt szövegemet, úgy, hogy előtte legyen 12 pontos térköz. Na, akkor most írunk dolgokat, jó? Tehát általunk készített stílusok, a mintát megformázzuk, megnyomjuk ezt a billentyű kombinációt, belekattintunk. A stílus. Mi a neve annak a párbeszéd ablaknak? Stílusok használata. A stílusok használata. Ablakban a stílus nevébe. Ez
99%, hogy az a stílus név, amiben bele kell neked kattintani, az az, hogy normál, ugye, mert alapból azzal dolgozott. És begépeljük a nevét. Majd Enter. Ezzel létrehoztam a stílust. Na most ez a stílus alapból ebben a dokumentumban él csak. Jó, tehát alapból ebben a dokumentumban él csak. Így hozok létre egy stílust. Átlunk készített stílusok. Ide beszúrnék egy A pontot létrehozása. Jó, bocs. Jó, tehát most a létrehozását írtuk le. A B pont. Billentyű kombináció hozzárendelés, mert ha tényleg gyorsan akarsz majd dolgozni, akkor billentyű kombinációt is hozzá fogsz rendelni. Mit kell csinálni? Ugye annyit kellett csinálni, hogy itt a stílusok használata ablakban megnyomtuk a módosítás gombot. A stílusok használata ablakban. Ami ha nem lenne ott, akkor hogy tudod előszedni? Ctrl-Shift-S, ugye? Ha nincs, Ctrl plusz Shift plusz S. Kattintsunk gombra, jó, tehát kattintsunk rá a módosítás gombra, ezt mutatom, ugye megnyomtuk ezt a módosítás gombot, bejött egy marha nagy párbeszédbabla, és ennek a bal alsó sarkába föl kellett nyitni a formátum nyomógombot, és onnét a billentyű parancsot kellett választani. Ugye ennek az lesz a hatása, hogy megnyit egy ablak, kapd ide, majd billentyű parancs. És megnyomjuk a billentyű kombinációt, jó? Tehát nem beírjuk, hogy Alt plusz 3, vagy nem tudom mi volt, amit írtunk, vagy Alt M, vagy mit tudom, vagy Alt S volt, Alt S, hanem megnyomjuk.
megnyomjuk a kívánt kombinációt. És akkor onnét kezdve, oké, meg mit tudom, hozzárendel, meg mit tudom, milyen gombok megnyomás után, továbbiakban, ha azt a billentyű kombinációt megnyomod, már is azzal a stílussal fogsz dolgozni. Jó? És akkor most jönne az, amit az előbb már fölvezettem, hogy megváltoztatom valahol a szöveget, és azt szeretném, hogy ami ugyanazzal a stílussal van máshol, az is változzon meg. Ez a kérdés, hogy ezt hogy lehet megcsinálni. Jó, tehát a következő dolog, amiről beszélni fogunk, az az, hogy stílus változtatása. Na most ahhoz, hogy ez működjön, amit most mutatni szeretnék, ahhoz először is a Word-ben kell egy beállítást csinálni. Csak akkor működik, ha a beállításoknál jelölt a stílus figyelmeztetés a stílus frissítésre, bocsánat, jelölt a figyelmeztetés, az idézőjelben figyelmeztetés a stílus frissítésére. Ezt hol lehet beállítani? Na most azt tudom, hogy a korábbi Word-be gyárilag ez nem volt jelölt, és ezt át kellett állítani. Az új Word-be, a 2007-10-13-ban nem tudom, hogy milyen a gyári beállítás, de beállítani ott kell, hogy mutatom. Elmész a File menü szalagra, és a lehetőségek között legalul van egy olyan, hogy beállítások. Jó, tehát File menü szalag, azon belül beállítások, azon belül speciális, jó, tehát file menü szalag, tehát file menü szalag, beállítások, és itt van az, hogy speciális, itt, jó, itt van az, hogy speciális, ezt megnyomod. És itt van az, hogy figyelmeztetés a stílus frissítésére. Ennek kipipáltnak kell lennie. Ha nem az, akkor pipáljad ki, mert különben nem fog működni az, amit most mutatni akarok. Jó? Tehát ennek kipipáltnak kell lennie. Oké? Az. Ha nem az, akkor pipáld ki, és nyomjál egy okét, és akkor visszaértél ide. Nincs olyan? De nincs. Ja, nektek nincs, igen, a 2007-esben, bocs. Ja. Tehát ez a 2010-es. Illetve a 2013-as. Ha nem 2010-es vagy 13-as van, hanem 2007-es. Ugye eddig nem nagyon volt különbség a ti gépeiteken, meg a ti gépeiteken, minden ugyanúgy működött. Lehet, hogy észre se vettétek, hogy nem ugyanaz a
a két oldalnak a program verziója. A 2007-esben ezt úgy tudod megcsinálni, hogy itt bal oldalt fölül van egy ilyen, egy ilyesmi logó, mint a start menü. Olyan, kicsit olyasmi. Arra rákattintasz, és lenyílik egy, minek nevezzelek, és annak az alsó szegélyében jobb oldalt van egy beállítások nyomógomb, ha minden igaz. Word beállítása, igen, azt nyom meg. És akkor most már ugyanott vagy, speciális, és ott van a figyelmeztetés a stílus frissítésére, azt tipált ki. Jó? Tehát nem file menü szalag van, megpróbálom lerajzolni, hogy nézel ki. Egy ilyen karika, és benne van egy piros négyzet, mellette egy kék. Kék, sárga, zöld. Tehát itt egy kék, egy sárga, és egy zöld. Tehát erre kattintasz, utána megnyomod a beállítások nyomógombot, amit baromira eldugtak oda alulra, és utána választod a speciálisat. Ez lesz igaz a Word 2007-es verziójában. Oké? Okay? Hát most egy ilyen időszakot élünk, hogy van ez is, az is, sőt lehet, hogy van, aki még 2003-as is van esetleg, bár az már azért kezd kikopni. Jó. Tehát ennek feltétele, ennek amit most nézzünk, hogy ez így legyen. És hogyha ez így beállított, akkor a következőképpen tudod majd azt megcsinálni, hogy amit én itt most változtatást csináltam, az tök automatikusan megtörténjen az összesben. A következőt kell csinálni. Kijelölöd ezt a bekezdést, jó, tehát kijelölöd a bekezdést, a margón kint duplát kattintasz. Utána lenyitod a stílusok használata párbeszéd ablakban a stílus nevet, és kiválasztod a sima szöveget. És bejön a stílus módosítása párbeszéd ablak, de ez csak akkor jön be, ha az, amit az előbb eljátszottunk, az jelölt. Ha ez nem jelölt, akkor ez simán visszaállítja a sima szöveg stílusra, vagyis eltűnik innét előle a térköz. Most megkérdezi, hogy mit akarsz. Ezt vissza akarod állítani olyanra, amilyen a stílus? Vagy a stílust akarod módosítani olyanra, mint amilyen ez a bekezdés? És most mit akarunk? Hát a stílust akarjuk módosítani olyanra, mint amilyen ez a bekezdés. Tehát jó helyen van a rádiógomb, ez legyen kiválasztva. És ha nyomsz egy okét, akkor ha minden igaz, annélkül, hogy te formáztad volna, itt is lett tér közelötte, itt is lett tér közelötte, és itt is lett tér közelötte. Hellóka! Thank you.
Itt van nálam az út. Elnézést. Ugye három tündér virágszál Rózsika nénének néha találkozom is a feleségemmel. Ugye? Aranyos áldott nőszemély, áldosség a nője. Tehát mit kellett csinálni? Tehát a stílus módosítása. Végrehajtjuk a módosítást. Kijelöljük. Lenyitjuk. Az a neve? Használata. Stílusok használata. Lenyitjuk a stílusok használata. Ablakban a stílusok nevét. És újra kiválasztjuk az adott stílust, és újra kiválasztjuk az adott stílust. Ugye ennek az lesz a következménye, hogy bejön egy párbeszéd ablak, ahol a stílus módosítása a minta alapján ez legyen kiválasztva, és megnyomom a végén az OK nyomógombot. És akkor ez végigvezeti, hogyha 150 oldalon van ugyanezzel a stílus, akkor mind a 150 oldalt megváltoztatja a mintának megfelelően. Rendben? Oké. Okay. Szerintem ma már nem lesz szünet, jó? A sablon kérdése majd következő alkalommal fogok visszatérni, tudjátok, amibe itt megcsüntem. Ez az előző verzióban teljesen korrektül, normálisan működött, itt meg nem találom. Majd megnézem, utána nézek. Azt ott a legemény, nem lehetne leírni, amikor azt csináltuk, hogy a levél, tudod, hogy hogyan csinálom, mint egy ilyen fejlíces levelet? Az az alapfokú tanfolyam volt, az volt az ismétlés. Igen? De le van írva, majd oda adom esetleg. Jól van. Jó? Mi volt még fölharangozva?
Hát a PDF előállítás, ugye még? Aztán szerintem akkor minden terítékre került. Ja, ez az, lábjegyzet, végjegyzet, köz. Lábjegyzet, végjegyzet. Lábjegyzet. Illetve végjegyzet. Ugye ez is kell egy pályázati anyagnál. Szakdolgozatnál aztán tuti, hogy kell. Ha nem, akkor, tehát ha valaki nem használja ezeket a lábjegyzet, végjegyzeteket, akkor majd jaj, hogy hívják, amikor felhasználod másnak az irodalmát, aztán elfelejt. Mit? Plagizálás. Így van, akkor plagizálás bűnébe büntetét követett. Fogod elkövetni. Kereszthivatkozást is majd megnézzük még esetleg. Az nem olyan fontos, arra viszonylag ritkábban lesz szükségem. Mi a különbség a lábjegyzet meg a végjegyzet között? Hát a lábjegyzet az úgy néz ki, hogy valamihez hozzáírsz egy megjegyzést az oldal alján. A végjegyzet pedig valamihez hozzáírsz egy megjegyzést a dokumentum végén. Amihez hozzáírod a megjegyzést, az automatikusan besorszámozásra kerül. Hogy legyen sorszámozva, azt te döntöd el. Lehet arabszám, római szám, csillag, két csillag, mit tudom, ilyesmik. Na most ez tipikusan szakdolgozat esetében a felhasznált irodalom szokott lenni. Egy pályázat esetében pedig mondjuk a mellékletek, hogy milyen mellékletek vannak még. Lássuk. Jó, tehát van nekünk egy szép nagy dokumentumunk. Ebbe a szép nagy dokumentumba, ez most már nem kell stílusok alkalmazás ablak, ebbe a szép nagy dokumentumba tegyük fel, hogy raktunk valamilyen idézetet. Hogy tényleg úgy nézzen ki az idézet, mint ahogy illene, ezért itt most én berakok egy bekezdést, és az idézetet általában úgy szokták megformázni, tehát azt csináltam, hogy az elején valahol a mondat végén nyomtam egy entert, Ctrl-V, 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 egy csomószor, és még egy entert. Tehát három bekezdésem lett, és a középső bekezdésből csinálok egy idézetet. Na most az idézetet, ha úgy formázzák, hogy általában kérni szokták, akkor dölt betűvel formázzák, és adnak neki behúzást. Nem lehet úgy, mint egérre azért, mondjuk így, jó? És akkor ehhez ide a végére odarakunk majd egy egyes számot, és a dokumentum végére meg oda lesz írva, hogy mit tenn. Gipsz Jakab, régi magyar mondások, vagy mit tenn, honnét idéztem ezt, jó? Na most ehhez mit kell csinálni? Odaállsz a dokumentumba, ahova majd be akarod rakni a számot, hogy egy, vagy kettő, vagy három, ahányadik. Neked nem kell a számot írni, azt a program majd automatikusan rakja. Jó, tehát a lábjegyzet, végjegyzet alkalmazásához
álljunk az idézet végére. Ugye mert a végéhez szoktuk, az idézet végéhez szoktuk oda rakni, hogy ez kitől van idézve. Aztán, miután odaálltunk az idézet végére, szépen menjünk el a hivatkozás menü szalagra, és majd itt szúrjuk be a lábjegyzetet, de ha te nem lábjegyzetet, hanem végjegyzetet akarsz, akkor pedig ezt nyomod meg. Oké? És ezt a gombot, hát ezt túlzára gombnak nevezni, ugye ezt nemes egyszerűséggel izének szoktam hívni, mert ilyen párbeszéd elem nem volt, csak most az Office-ba bevezették. Tehát ezt itt megnyomod, akkor beállíthatod, hogy milyen legyen a számozás, ugye alapból arab számok vannak, de ha ezt te lenyitod, akkor választhatsz betűk, római számok, meg mindenféle stb. Elemek közül. Maradjunk az arab számnál. Megadhatod a számozását, hogy honnét induljon, hogy folyamatos legyen, vagy szakaszonként újra kezdve. A szakasz az megvan, ugye az előbb csináltunk egy szakasztörést, és hát a tartalomjegyzéket raktuk új szakaszba, de lehet, hogy te úgy csinálsz egy mit tudom, valakinek írói vénája van, úgy csinál egy könyvet, hogy első kötet, második kötet, és a két kötetbe külön szeretné számozni a lábjegyzeteket, illetve a végjegyzeteket, és akkor azt mondod, hogy szakaszonként újra kezdve, vagy akár oldalanként is kezdheted újra. Jó, maradjunk a folyamatosnál, jó? És hát én most végjegyzetet akarok, úgyhogy ide átmegyek, és úgy nyomom meg a beszúrás nyomógombot. Jó, és akkor ide, ez elment a dokumentumnak a végére, a tartalomjegyzék alá, és akkor ide rakta. Amit te itt most írsz, az lesz a végjegyzet. Ugye hát általában a kiadó, szerző, könyvcím, oldalszám szokott lenni. Itt én Kossuth. Kiadó. Gyűjtsi akar. Így írtok ti. Százhatvankettedik oldal. Ugye Pali bácsi ezt felejtette el szakdolgozatához hozzáírni. Igaz, hogy a 215 oldalból 186. Lacsusom, az mitől függ, hogy ez most hol fog megjelenni, mert nekem megjelenik, de mondjuk a te... Hogy lábjegyzet vagy végjegyzet? Hát figyelj, én... Az a rádió gombtól, hogy hova raktad, attól függ, vagy hogy itt ezt nyomtad meg, vagy ezt. Ja, hát nem az. Ha ezt nyomtad meg, akkor bementél a párbeszéd ablakba, ott kiválasztottad, hogy láb vagy vég, és oké. Oké? Oda mentem be, csak ott lehetséges, hogy egy külön nagyobb választottam ki. Ott folyamatos nagyobb képek voltam. Végjegyzet. És itt hol látok, hogy jöttem? Végjegyzet. Azt miért nem tudod most kiválasztani? Szerintem valamiért nem tudom. Ja, mert már beszéltök. Hát de vissza. Az a baj, hogy valóban máskor. Igen. Akkor végjegyzet. Aha. És beszúrás, és akkor most tudom. Akkor ezt kell megnyomni. Jó, rendben. És hogyha visszamész, akkor oda az idézet végéhez, oda rakta ezt az egyes. Oké, tehát oda rakta az idézet végéhez az egyest. Ha rász, akkor
kiírja azt is, hogy mi van a lábjegyzetébe, illetve a végjegyzetébe. Valami az egyes, hogyha ránagyítasz, az egyes. Nem egyes. Furcsa valami. Mert ez az i van kiválasztva, de akkor válaszoljuk ezt a egyeseket, és akkor... Anyád! Akkor most beszúrt ugyanoda egy másikat. Jó, és akkor ezt kitöröljük. És akkor most már jó. Jó, mert ott variáltunk, hogy mi legyen, aztán abba belekeveredtünk. Azért, mert beszúrt még egyet, nem a beszúrást, hanem az alkalmazt kellett volna megjönni. Gondjad vissza? Vissza. Jó, még egyet. Még egyet. Jó, tehát hogyha, nem baj, hogy belegyalogoltunk, hogyha te beraktál mondjuk arab számot, és rájössz, hogy nem arab szám kellene, hanem római, úgy tudod azt lecserélni, hogy ide bemész, kiválasztod azt, hogy római szám, és nem a beszúrás nyomod meg, hanem az alkalmazást. És akkor lecserélte az arab számot római számra. Oké? Okay. Tehát így tudod lecserélni. Tehát nem a beszúrást, hanem az alkalmazást választod. Oké? Okay. Ezt csináltuk az előbb rosszul. Na, akkor álljunk az idézet végére. Hivatkozások menüszallam. Kiválasztjuk a hivatkozások menüszalagot, azon belül vagy azt, hogy lábjegyzet, vagy azt, hogy végjegyzet, és akkor lábjegyzetnél az oldal aljára, végjegyzetnél pedig a dokumentum legvégére ugrik, húz egy vonalat, és alatta megnyílik a következő sorszám. Most az, hogy mi legyen a sorszám, azt pedig úgy tudod beállítani, hogy itt ennél a párbeszéd, ennél a menüszalagnál, hogy hivatkozás, a lábjegyzett csoportnak a jobb alsó sarkában lévő kis izét nyomott meg. Jó, tehát ezt. És beállított, hogy mi legyen a számformátum. Jó, tehát vannak mindenféle ikonok, ide van írva, hogy lábjegyzet, az van odaírva? Az van odaírva, igen, tehát lábjegyzet. És akkor itt van egy ilyen kis izé, erre kapt, tehát kapt ide. Ugye mit próbáltam lerajzolni? Ezt. Tehát ugye ezt nyomod meg. Tehát kapd ide, majd számformátum. És hogyha ezt utólag csinálod, akkor az alkalmazt kell megnyomni, különben beszúr még egyet, pedig
te nem azt akartad, hanem csak meg akartad változtatni a számozásnak a rendszerét. Rendben? Lássuk, hogy hogy lesz belőle PDF. Miért fontos a PDF? Azért fontos a PDF, mert a szakdolgozatot írsz, az tuti, hogy úgy kérik tőled, hogy kinyomtatva, illetve CD lemezen PDF-ben. Hogyha pályázatot írsz, akkor kinyomtatva, CD lemezen PDF-ben. Ha pedig Rózsika néninek írod a portfóliódat, akkor PDF-be töltheted föl. És hát, hogy lesz PDF-ed? Két módon lehet. Az egyik, hogy az a program, amiben te dolgozol, az képes PDF-ben is menteni. Az Office-nak ezek a verziói, hát szerintem már 2007-es is, de majd mindjárt kiderül, de a 2010-es tuti, hogy tud PDF-ben menteni. Ha nem ilyen verziód van, hanem korábbi, tehát 2003-as Office-ban dolgozol, vagy olyan programban dolgozol, amiből nem tudsz PDF-ben menteni, akkor is tudsz PDF-et előállítani. Jó? Nézzük, hogy hogyan. Egyik lehetőség a program kezeli a PDF formátumot is. Ilyenkor marha egyszerű dolgod. Elindítod a mentést, és a fájl típusnál szerintem lesz majd olyan is, hogy PDF. Itt van, PDF. 2010-ben biztos van. 7-esben is van nektek? 7-esben nincs? Igen, 7-esben itt nincs. Na most billentyűt egy kicsit elmeszni. Viszont ha nincs a, tehát itt ennyi csak az adok, hogy PDF, megadod a nevét, elmented és lesz egy PDF, kész. Mentés másként. És a típusnál a PDF kiválasztása. A második lehetőség, a program nem kezeli a PDF formátumot. A Word-nél, Word régebbi verzióinál lesz probléma, bármiben, hogyha előállítasz dokumentumot, és azt pályázathoz, szakdolgozathoz
CD-n mellékelni kell. Korán sem biztos, hogy az adott program PDF-et tud kezelni. Tehát mit tudom, készítesz egy ábrát, és mondjuk Paint-be, nem abba szokás, de mondjuk abba, és azt PDF-be be akarod adni, mellékletként csatolni akarod, akkor hogy lesz belőle PDF? Marha egyszerű a dolog, kell letölteni a gépedre egy olyan segédprogramot, ami PDF-be tud konvertálni. Tehát kell hozzá egy segédprogram, ilyen segédprogram lesz például a PDF Creator. Itt a mentés másként miatt van olyan lehetőség. Ezt kerestem. De azt lehet, hogy akkor ugyanúgy le kell tölteni, meg mit tudom én. Választjuk. Egy beépülő modult kell telepíteni hozzá, tehát az ugyanaz gyakorlatilag, viszont akkor az, amit így telepítesz, arról van szó, hogy a Microsoft akkor éppen az Adobe-vel összeveszett, mikor a 2007-es verziót csinálták, és akkor a Microsoftot szivatta az Adobe, hogy nem engedte oda ezt a PDF formátumot neki, és akkor azt egy külső beépülő modulként lehetett csak használni. Tehát le kell valamit tölteni és telepíteni, amit én, és ez csak a Word-ben lesz, meg a Excel-ben, meg mit tudom mi használható, ha meg ezt a külső segédprogramot telepíted, akkor az minden programból elérhető lesz, tehát akkor inkább ezt. Jó? Nézzük, hogy tudod letölteni. Tehát elplattyogsz szépen a Google-ra, és azt mondod, hogy keresed a PDF Creator, ahogy elkezdett gépelni, hogy szre, már föl is dobálja neked, PDF Creator letöltés, kiválasztod valamelyiket, például ezt, utána elindítod magát a letöltést, mikor lejön, ugye itt lehet látni, hogy hol tart. Nem szakítjuk meg a kapcsolatot. Letöltés befejezése, oké. Jó, utána rákattintasz, és futtatod. Ezt most én nem csinálom meg, meg ti se csináljátok meg, mert a gépetekre már telepítve van ez a PDF Creator. De ha a munkahelyen otthon nincs, akkor ez így néz neki. Jó? És le kell tölteni. Telepíteni kell. Maga a program telepítés sem egy nagy vasizdasz. Arra szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy amikor ilyen programokat telepít, akkor általában mindig adnak hozzá pluszba valamit gratis. Azt, hogy
kérem-e ezt is, meg azt is, azt lehetőleg jól gondoljuk át, és a többséget ne kérjük. Mert amiket adnak hozzá, azok általában ilyen eszközsorok, amik bekerülnek a böngészőbe, és akkor ennek a következménye az, hogy a böngészőben különböző eszközsorok ott vannak egymás alatt, a végén annyi van már, hogy nem tudsz tőle böngészni se. Meg nem az lesz az alapértelmezett kereső, ami egyébként jó lenne a Google, meg nem tudom, találkoztatok-e már ilyen számítógéppel. Gondolom, igen, jó? Tehát ennek ez az oka, hogy mindig valamit telepítenek, és mindig csak igen, rendben, oké. Az oké, hogy általában ezt kell mondani, de ott, ahol ilyen checkboxok is vannak, tehát kipipálhatsz valamit, hogy ezt is kéred, azt is, na ott olvasd el, hogy mit kérsz. Jó? És ott legyünk készni, hogy kérjük-e ezt, meg azt, meg amazt. Na most, ha telepítetted, akkor meg fogsz lepődni, mert PDF-et úgy állítasz elő, hogy kinyomtatod a dokumentumot, tehát elindítod a nyomtatást, tehát nyomsz egy Ctrl P-t, ugye, mert a világ összes programjában a nyomtatást a Ctrl P billentyű kombinációval indítod el, de úgy, hogy nem indul el rögtön a nyomtatás, hanem a nyomtatás paramétereinek beállítására szolgáló párbeszéd ablakban lépsz, és itt tudod kiválasztani azt, hogy milyen nyomtatón, hány példányban, mely oldalakat, stb. És itt a nyomtatót, ha lenyitod, amennyiben telepítve van a gépedre a PDF Creator, akkor lesz egy olyan nyomtató, hogy PDF Creator. És azt kell majd választanod most. Lehet, hogy neked eleve az volt beállítva, mert ugye a ti gépeiteken nincs nyomtató. Illetve hát régebben volt nyomtató, elérték a hálózati nyomtatót, és amikor a nyomtatást tanítottuk, akkor azt tapasztaltuk, hogy a nyomtató elkezdte dobálni a lapokat. Miért? Hát azért, mert mindenki nyomtatott. Na de nem ám úgy, hogy akkor egyet nyomtatott. Ugye ő azt várta, hogy rákattint, és akkor az övét, nem a szomszédjájét, az övét, így a nyomtató kidobja, oldal repül az ölébe. Mivel ez nem történt meg, még háromszor, négyszer elindította a nyomtatót, és akkor mindenki háromszor, négyszer, és akkor így 500-as lapadagnak a felét kinyomtatta, ami részbe kaptunk, és kirántottuk a papírkazettát, hogy ne, a papírtárcát, hogy ne nyomtasson. Aztán rájöttünk, hogy ez így nagyon rossz módszer, be kellett állítani, ugye praktikusabb, hogy beállít az ember alapértelmezett nyomtatónak egy virtuális nyomtatót, tehát egy olyan nyomtatót, ami valójában nem nyomtató, PDF Creator. És hát ez azért jó, mert ki tudod nyomtatni, de papírt nem használsz, és látod, hogy ha kinyomtatnád, akkor milyen lenne. Ugye, mert pont ez a lényeg a PDF-nek. Jó, tehát akkor most kiválasztjuk a PDF Creator-t, én kiválasztom nektek, nem kell, mert az van beállítva. Jó, és akkor azt mondom, hogy nyomtatás. Ugye egy példányban, én ezt az eredeti dokumentumot, ez azt hiszem 3 vagy 4 oldal már, ezt fogom nyomtatni. Tehát megnyomom a nyomtatás nyomógombot. Na most, ha van tartalomjegyzéked, akkor szokott ilyeneket is kérdezni a nyomtatás előtt, hogy most akkor frissítse a tartalomjegyzéket. Mondjuk a teljeset frissítse. Oké, és akkor neki áll nyomtatni. Ez egy... Oké, elkészült. Be fog jönni ez az ablak. Neked is bejött egy idő után. Hát ha megnyomtad a nyomtatást, akkor egy kicsi idő után. Most jött meg.
mennyi ideig tököl, nem tudom miért. Nekünk nem kell megjelenni? De meg kéne, lehet, hogy nektek is sokat tököl, a többiek is sokat tököl. Igen, mert mondom, én már kétszer kapítottam, úgyhogy nem biztos, hogy... De nem a vannodba küldjük, hanem a PDF-be. És akkor most. És akkor nagyon minden. Jó. Oké? Okay. Tehát ez, ennek kell történnie. Indítsuk a nyomtatást. Válasszuk ki a PDF előállító alkalmazást, mint nyomtatót. Ez nem biztos, hogy PDF Creator, mert sok más ilyen is van, ami PDF-et előállít, de akkor is az, mint nyomtató épül majd be. És akkor meg fog jelenni egy ilyen párbeszéd ablak, mondjuk, hogy hogy néz ki, az már attól függ, hogy, hogy mit telepítettél. Ha PDF Creator-t, akkor így néz ki, és ugye igazándiból most te egy fájlt állítasz elő, egy PDF fájlt. Akkor nyilván mit kell megnyomni? A mentés nyomógombot. Tehát megnyomjuk a mentés nyomógombot, bejön a mentő párbeszéd ablak, szokásos, megadod a helyet, megadod a nevet. Jó, tehát adjuk meg. Bocsánat, először nyomjuk meg a mentés gombot. Nyomjuk meg a mentés gombot. Majd adjuk meg a mentési paramétereket. Egy darab nézőnk van. Ezt tegyük meg most akkor, jó? Tehát megnyomjuk azt, hogy mentés. Nem tudom, hova mentsünk, ami neked szimpatikus. Én oda mentek a tanfolyamokhoz, jó? Tehát a tanfolyamok aktuális hétfői professional, interaktív tábla használata és tanárfejlesztés kész, nem tudom, miért az ott a neve. Mai dátumot írom, jó? Tehát 2014.03.24 van, azt hiszem, ugye? Igen. Igen, mentés, és akkor elmentettem, és válasz ki, hogy mivel akarod megnyitni, mert rögtön meg is nyitja azt a PDF-et, amit csináltál, hát az Adobe Reader lesz az, ami nyerő. Franko, itt azért volt a fájlok. Ja, azért hozott nekem be ilyet, mert több dolgot a várakozó sorba beraktam. Hansz belejed. Szépen lementem őket mindbe. Ez se az lesz persze, gondolom. De ez már az jó.
És akkor látod PDF-ben. Teljesen másképp. Mert neked is valaki már nyomtatott és nem mentette. Ja, fogadd el a licenc szerződést, elfogadás, és akkor jön. Amit a múltkori csoport mentett, PDF-be csak nem csinálta végig, ez zárt be. Jó, mentés, ez már az lesz. Írd föl, vagy jó lesz, igen. És akkor most már lesz. Most már jó. Ugye, mert ha valaki ezt eljátszotta korábban is, csak bezárta és nem mentette meg, mint akkor az ott a várakozó sorban ott volt. Ez ugyanolyan, mint amikor valaki elküld valamit nyomtatni, de a nyomtatóra már nem ér oda, tehát kiúszta a nyomtatót. Mikor bedugja, akkor először mi fog jönni? Nem az, amit ő most nyomtatott, hanem amit valaki valamikor nyomtatott. Jó, tehát akkor így tudunk PDF-et előállítani. Tehát, ha én most ezt bezárom. Ezt is bezárom. Ezt is bezárom. Ezt is. És oda megyek abba a mappába. Akkor itt van ez a PDF, amit most csináltam. Oké? Tehát ezt csináltam most. Ha megnyitom, akkor ez van benne. Oké? Tehát így tudok PDF-et csinálni. Na, akkor minden elhangzott. Következő alkalommal akkor vissza kell térni a sablonok témakörre egy picikét, azt tisztázni kell. Remélem nem felejtem el. És akkor amit ígértem, az minden terítékre került szerintem. Remélem. Van egy kérdés esetleg? Jó, én azt szeretném mondani a ma elhangzottakkal kapcsolatban, hogyha valaki tényleg ilyen komolyabb dokumentumokat kell, hogy előállítson, akkor ezeket azért alkalmazza ezeket a dolgokat, mert ez nagyon-nagyon megkönnyíti a munkáját. Tehát, hogyha ő stílusokkal áll neki dolgozni, ég és föld lesz a különbség ahhoz képest, mint amikor ott úgy manuálisan nekiállt és formázgatott. Tartalomjegyzéket meg máshogy nem is nagyon lehet csinálni, csak stílusokkal. Illetve nem lehet más, hogy csak stílusokkal. Legegyszerűbb a címsor 1, címsor 2, címsor 3-mal, lehet más stílussal is, tehát olyan stílussal is lehet tartalomjegyzéket csinálni, amit te csinálsz, de az fölösleges plusz munka. Használjuk a címsor 1, címsor 2, címsor 3-mal. Na, ha nincs kérdés, akkor ennyi, ezt lelőttem.